Az előadássorozat Bonyhádi állomásán a pályázati lehetőségekről, fejlesztésekről, valamint a megújuló energiaforrások beszerzéséről nyilatkozott Hornok Jenő, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásfejlesztési vezetője. Minden vállalkozás versenyképességének ezek az alapjai, azt gondolom. Rá mozdulni adott esetben pályázati lehetőségekre, felismerni az ebben rejlő lehetőségeket. Digitalizáció abszolút versenyképességi szempont, tehát az ehhez való pozitív hozzáállás mindenféleképpen szükséges, és hát a megújuló energiaforrások azok nagyjából tényleg rendkívül fontosak, tehát egyre több vállalkozás ismeri fel az ebben rejlő lehetőségeket, és telepít napelemeket, hőszivattyúkat, amivel jelentős rezsiköltségcsökkentést tudnak elérni. A pályázatok tekintetében több opció közül választhatnak a vállalkozások. Gyakorlatilag most április hónapban 0%-os technológiai hitel, ami a közeljövőben megjelenik és elérhetővé válik. Aztán én azt gondolom, hogy inkább a második fél évben jönnek majd a vissza nem térítendő támogatások. Én azt látom, hogy az idei évben inkább egyébként a feltételesen visszatérítendő pályázati lehetőségek lesznek majd túlsúlyba, illetőleg a 0%-os kamatkonstrukció beruházási hitelek. A cégek működési hatékonyságának növelése céljából több informatikai megoldás hangzott el Heiling Zoltán előadásában. Nagyon sokan félnek a digitalizációtól, főleg a kisebb vállalkozások, ahol csak néhány fő van, pedig igazából a digitalizáció nem cél, hanem eszköz. Arra szolgál, hogy a folyamatokat rendbe rakja és zártá tegye. Tehát nagyon sok esetben nem is tudja a vállalkozásért, a vezetőség sem, hogy mennyi információ és mennyi pénz veszik el azzal, hogy papírfesznyeken kommunikálnak, még fejben tartják a dolgokat, akár kompletten a teljes transzakciók nem lesznek kiszámlázva, vagy elmaradnak, vagy a vevő nem lesz visszahívva. Emiatt nagyon fontos, hogy ha fejlődni szeretne egy vállalkozás, főleg olyan vállalkozás, ami éppen piciből nő nagyjá, akkor minél előbb vezesse be a digitális eszközöket az eszköztárába. A szakmai rendezvény célja, hogy bemutassa a vállalkozásoknak a pénzügyi, informatikai és energetikai alternatívákat.